Na csácsumi csörtészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztok papikáim, Farming Simulator 17, ugye előző videóban kipróbáltuk gyakorlatilag ezt a Big Bud módot, meg egy ilyen amcsi mapot, és írtátok, hogy legyen már ebből a sorozat, és én arra gondoltam, hogy ha már egyszer csinálunk ebből egy sorozatot, akkor próbáljuk meg, hogy minél hamarabb legyünk Amerika legnagyobb gazdászai, vagyis megpróbálok úgy játszani ezen a mapon, ezekkel a gépekkel, hogy minél hamarabb baromi nagy vagyonra sikerüljön szert tennem. Mindenféle csalás, mindenféle trükk nélkül, viszont nagyon hatékonyan próbálják megjátszani. Nem ismerem ugye nagyon ezt a hanem DLC-ket ugye, nem játszottam velük, csak gyakorlatilag kipróbáltam. Meg nem nagyon ismerem ezt a mapot se, szóval nem lesz egyszerű. Mindenkinek meglepetés lesz, nektek is, meg nekem is, hogy ezt hogy fogom megvalósítani. Azt sem tudom, hány földünk van az elején, meg hogyha hány gépünk van az elején, szóval nem tudom. American Outback, az a mapnak a neve. És akkor a gyakorlatilag módot nem is rakok be, hanem csak gyakorlatilag ezeket a DLC-ket, ugye ezt a Big Budot, ugye ez a kettő gép, ez meg a ez csak festésbe különböznek a gyáriaktól, tudjátok, ez meg a mondjátok, na, Collector's Edition, nem Collector's, hanem preorderes, ugye előrendeléses dolog, meg ugye ezt a pak megy bele, meg ugye az American Outback map. És akkor nyomjunk az indítást, és akkor megnézzük, minél hatékonyabban próbáljunk meg gazdálkodni. Nézzük meg, milyen gépeink vannak, nézzük meg, hogy mennyi pénzünk van, és nézzük meg, milyen területeink vannak. Kapásból ezeket a dolgokat kellene itt elvégezni így a legelején. Ezt megnézzük tényleg, hogy akkor hogy... Ó, milyen jó, gyorsan betöltött, nagyon imádom. Oké, legelső dolog az van, hogy amit kell csinálnunk, az, hogy jövünk egy hetest, és lelassítjuk az időt. Megnézzük a mapot, hogy melyik területek a miénkek. Hát, gyerekek. Az egyes terület a miénk csak. Az egyes terület, hogy miénk csak, meg ráadásul nem is itt van mellettünk. Tudom, bal oldalt fenn a bolt, jó van. Meg kell nézni, milyen gépeink vannak, ugye? Ez is nagyon fontos tud lenni. Van három darab kézi hang. Van ugye ez, gyakorlatilag mondhatni, majdnem az alap dolgok vannak, ugye? Viszont akkor garázs, igen, itt megnézzük. Eladom azokat a dolgokat, amiket én nem akarok használni. Eladom ezt is, eladom ezt is. Alapban én ezeket nem szeretem, ezeket a... ugye nem akarok szántani, nem akarok külön kultiválni, és nem akarok azzal a pici vetővel vetni. Ezt meghagyom egyelőre, ezt a kombájnt, mivel kombájnok azok jó drágák szoktak lenni. Igen, tudom, hogyha bevittem volna shopba, akkor többet kaptam volna értük ezeket a cuccokért, de ez ilyen nagyon minimális áruk volt, szóval inkább nem akartam ezzel tökölni. És ez úgy látom, hogy csak fonyat művelt. Igaz, akkor csak művelt ez a terület. Tehát akkor nincs is belevedve semmi még ráadásul. Hát ez nem arra jó. Hú, igen. Várjatok? Még egy dolgot ugye érdemes megcsinálni a legelején. Felvenni pénzt. Hogyha akarsz valamit kezdeni itt a legelején, azért nem állt egy kis lóvé. És még erősen gondolkodok azon is, hogy a három traktorból csinálunk egyet. Az azt jelenti, hogy... mennyi pénzünk lett? 302 000. Most mindenképp egy olyan vetőgép kellene, ami tud ugye talajt lazítani is. Ha lehet, akkor tudjon... minek nevezik ezt? Trágyázni is. Mi trágyázni? Hát igen, itt van ennek. Na várjunk, ja igen, van ez. Ez ugye ehhez nem kell talajlazító, viszont nem tud műtrágyázni, ugye? Ez meg ugye, ez meg nem tud, ugye, azt nem tudja. Hát igen, ez a Pronto 9 DC. Ez tud mindent. Ez tud minden, viszont ennek kell egy 270 lóerős traktor, és ez is önmagában is 96 ezerbe fáj. Hány méteres? 9 méteres, ez is 9 méteres. Azt nézem, hogy ennek nem kell, igaz nem tud annyi mindent vetni, de ennek csak elég lenne egy 180 lóerős traktor, amit elég jól elvinne. Bár a 270 lóerős traktor azt hiszem az a kézi hák azok olyan 150 körül vannak. Nézzük meg.
145 lóerő, hát egy kevés, ja igen, nem valami baba, de hát ez nekem nagyon bejövős. Ez volt ugye, 90, 270 lóerő kell neki, hajjajjajjajjaj. De viszont tud mindent egyszerre. Megvesszük. Tudja babot? Hogy ne tudná? Tudja babot, jó van. Vásárlás gyerekek, megvettük. Megpróbáljuk ezeket a kézijákkal megrángatni. Ha nem sikerül neki, akkor veszünk mellé egy másik traktor. 206 ezerünk van. Eladjuk három kézijját, akkor valószínű lesz nekünk jó. Na várjatok. Nézzük meg a mapot, hogy... Ez tök jó, figyeljetek. Ott volt egy ilyen piros csík, azt hittem, aztán közben meg nem. Tudna. Ez, azt hittem, hogy valami bár van alul, de nem. Igen, ott a, itt a bolt, ott a boltban van a izé. Jó, settenjünk elérte szerintem a bolthoz. Ott az egyes alatta van, szóval mindenképpen ez nekünk jó is lesz. Oké, gyerekek, megyünk egy trakival. Egy súlyt is fogunk vinni, meg ha már egyszer arra megyünk, akkor... pótkocsit nem, nem viszem a pótkocsit, mert... Ja, és megpróbálok majd úgy játszani ezzel a... Mennyire hangos ez a játék. Hát nem tudom, hogy ez mennyire hangos nektek, mennyire nem, nekem elég hangos. Ja, mentek egyet kapásból. Jó, fölmegyünk oda. Hozzuk a vetőt. Tudom, hogy 90 lóerővel alul vagyunk, de egy dologban nagyon bízok, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen medencébe vagyunk benne. Egy ilyen lapos, sík területen, egy ilyen síkságon. És talán síkságon nincs, nem tudom, hogy el fogja húzni. Meg kell próbálni, srácok. Ne haragudjatok, de meg kell próbálnom. Majd jó, van forgalom, minden. Meg kell próbálnom, hogy el tudja rángatni. Mert ha el tudja rángatni, hatalmas. Azokkal a pici alapba, azokkal a kicsit vetővel, meg az a kicsi kultivátorral, meg az ekével nem szabad nekiállni játszani gyerekek itt a legelején, mert szívrohamot fogsz kapni, meg fogsz halni. Amire leveted, érted, nem tudom hány méterenként, 4 méterenként, vagy nem tudom mennyi, vagy 3? 3 méteres talán ez a kulti, meg ez a vető. Na hát, azzal nekiállsz, akkor kösd fel a gatyádat. Viszont ez nem biztos, hogy el fogja vinni. Nem emlékszek rá, az az igazság. Nem emlékszek rá. Itt az egyes föld mellettünk, tessünk rá. Nem olyan kicsi. Ó, és várja? Várja, egyes föld, fölötte mi van? Ja, még egy föld van. Összeszántás gyanús. A következő föld 19-es, jó nagy. Mondom, megvesszük azt. De ez, mellette van a 20-as, az viszont nem olyan kicsi. Az meg mellette volt itt szembe. Ja. Egy súly kéne vennünk rá, azon filózok még, bár ugye nem annyira fontos, mivel ez nem függesztett szerkezet, tehát gyakorlatilag csak húzzuk. De azért lehet, hogy fogok venni egy súlyt, sőt, leszek egy súlyt rá a gyerekek, hadd legyen. Mit vegyünk, valami kisebbet akarok, egy ezreset. Oké. Okay. Meg ugye mag is kellene. Rakok bele, trükközni fogok. Valamilyen szinten, tehát géppel fogok vettetni, akkor ugye nem fog fogyni a mag. Rosszul láttam rá, vagy mi van? Nem. Hát ezekre nem lehet. Hülye vagy keeper, erre nem lehet súlyt rakni. Gyárilag van rajta ez a cucc, azt ennyi. Mindegy. Megtöltjük a vetőt. Azért rakok bele azért valamennyit, hogyha nem is melós salv megyek. Várjál már, ilyenkor már nem engedi váltani magot? Választ magot, de... Mi az anyád van? Ja, jó. Nem mondom, miért nem engedi. Ja, azért rakok bele, mert hogyha van valami gigszer, tehát vittről le kell húzni föld végét, vagy valami, ugye ezt nem csinálja meg normálisan ugye a gépi munkás, akkor én is tudjak bele dolgozni. Ugye a gépi munkás abban nem fog használni, ott szóval jó lesz az. Na megnézzük gyerekek, rárakjuk egyes földre, aztán vettetünk bele babot, remélem, hogy ezen a mapon is az jó árba megy, gyors megnézem, jó? 2500. Napraforgó, aha, 2500. Bab jó. Bab repce jó. Ez tipikus, tudod.
kukoricai elmegy. Az a tipikus, az a tipikus. Jó, és ugye ezt tud izélni is. Ezt tud. Egyből ugye nem kell kultizni. Ez a föld, mondjuk tudom, hogy ez... Ez a jövő van. Kultizva, de akkor is. Nézzük meg, mennyire fogja szeretni. Ebbe biztosabb, látod? Igaz, hogy... Alul vagyunk 90 pacival. Viszont ez egy eléggé síkterep, és nem nagyon húzza el a gépet. Leginkább az szokott baj lenni, hogy elfordul valamerre. Hát majd megnézzük, gyerekek, hogy sikerül levetnie. Jó, nyomja neki, nyomja neki. Következő dolog, amit még tudunk csinálni, ugye pénzkeresés szempontjából, megnézzük, hogy mi van nekünk. Mink van, ugye? Gyakorlatilag van mi? 11 ezer. Aha, van mindenünk. Az a pótkocsi, az mekkora? Lehet, hogy egy jó pót kéne. Ez nem is tudom mennyi, 7000-es, vagy nem tudom már, basszus. Annyit játszottam most 15-öt, hogy nem annyira emlékszem a dolgokra, esküszöm. Ez mekkora, várja. Nézzük már meg, mert elfelejtettem. 8000-es, a 8000-es pótkocsi nekem nagyon gyengus. Úgyhogy ezt lehet, hogy eladjuk. Nyolcezres az kevés nekem, nagyon kevés, nagyon kevés. Nekem egy 21000-es az pont jó lenne. Viszont ezzel meg marha könnyű tolatni, hogy ezzel. Ez meg csak plusz 2000. Jó, az nekem az kéne. Ez meg a fölösleges kategória még. Jó, 21000-es nekem, ez tetszik. Egy ilyet veszünk. Főszín. Milyen legyen, zöld, nem? Legyen zöld, jó az. Kerékbeállítás, széles gumik, alapértelme nem tudom mi a különbség, amúgy. Megjelenés. Mi az? Van megjelenés? Másik? Hú, mi az? Mi az? Oké, megvettük, és ezt biztos is próbálom ugratni akkor. Ugye? Pörgünk, mint a trágyaszóró természetes srácok. Remélem úgy azért nagyjából követhető, hát jó, azért annyira nem vagyunk odaállatok, hogy ne lehessen követni. Hol van? Alapba bolt, ugye? Ott van-e. Visszaállítás. Mit beszélsz? Jármű visszakerült a boltba. Ez pont ugyanott van, tőjó. De jó vagy ember. Na jó, szóval ezt a pótot nem érdemes eladnom. Ennyi pénzért. Szóval hogy ott keveset adnának érte. Gyerekek, másikon is ugyanilyen széles kerék volt. Mintha nem. De várja, megnézem a bete. Teljesen jó lát. Na, erről beszéltem, srácok. No probléma, ugye? Szépen csinálja a dolgát. Teljesen jó vetés szempontjából ez a gép. Na, ja, meg azt akartam megnézni, hogy azon is ilyen... Nem, ezen széles gumig van, nézd már. Ennyit kilóg. Ezen nem lóg ki. Ha! Jó, akkor ez lesz az izé úgyis. Tök jó. De jó. Pont a széles gumisat raktuk oda. Széles kerekest. Elmegyünk akkor a pótért, és akkor a póttal fogjuk kioldani, ugye keresünk még egy kis pénzt. És a második dolog, amire érdemes költeni így a játék elején, ugye, hogy tudod gyorsítani gyakorlatilag az egész folyamatodat? Úgy tudod gyorsítani, hogy egy, marha gyorsan vetsz. Marha gyors vetés az azt jelenti, hogy ne kelljen kultiválnod, ne kelljen külön műtrágyáznod. Mert az időd van el, felesleges, ugye? Három folyamatot egy folyamat alatt meg tudsz csinálni. Meg ráadásul minél nagyobb vetővel. Ugye ez egy tök ideális vetőgép volt. Plusz még, mivel tudsz még nagyon gyors sporolni, ugye, ha, ugye azt csináltuk, most vettünk egy nagyobb pótot. Ez is egy marha jó dolog, mivel ugye nem kell annyit fordulnod. Az is sok idő, amíg ide-oda járkálsz, ugye. 8000-es helyett 21000-es, tök jó. Harmadik dolog, amivel nagyon sokat tudsz sporolni, az bag. Nem más, mint a combine. Kell egy nagy combine nagy vágóasztallal. Ez mindenképp. Ezt a három dolgot megcsinálod, és gyakorlatilag másra nagyon nem kell költened egyelőre. Ezek fontosak, ezeket megoldod, megcsinálod, azt utána akkor hadd menjen. Egyébként más módot egyelőre nem akarok használni, ezekkel gyerekek. Nem kell minden 86-t mondani, mert minek. Mi a franc?
Ez most hogy került az oda? Ja, az a visszaugratási zóna. Hát köszi. De jó vagy. Az a visszaugratási zóna, gyerekek, ott a izé mellettünk lévő. Amelyik ráadásul be van kertővel. Ott van egy bejárat. Ha! Nagyon jó. Érdemes volt visszaugratni. Na, megszivattuk magunkat vele. Jó, annyira nem. Így nem probléma. Ez megyünk vissza, ugye? És akkor azt csinálom, hogy ezzel kihordom a... Eladom még a maradék cuccot, mert nekünk nem kell. Várja, miért? Pörgetem az időt. És ha traktort veszek, nekem mindig a traktor vételni nem csak az számít, hogy erős legyen, hanem az is, hogy gyors. Úgyhogy a GCB-ket szeretem nagyon. Azokat szoktam komálni. Nézzük egy térképet. Nem lehet valahogy eljutni valahogy máshogy? Hát itt végig, itt jobbra majd. Ja, hol van a izé? Hol tudok üríteni? Várja, hol van a izé helyem? Ott lehet ott a tisztálóknál? Remélem. Hol van a siló egyáltalán, mi? De jó, figyeld, milyen jó ez, mi? Milyen jó. Ilyen földes minden, ilyen kis country dolog. Kis western falu. Na, szépen jó dolgozik. Jó, rá lehet nézni. Nagyon nagy fordulókör van ugye a földek végén hagyva ugye direkt a izéknek, nagy gépeknek. Például ugye a Big Budnak. Big Bud, Big Bud vagy Big Bud? A Bud az tök hülyeség, mert az ugye rossz. Bud lenne a Bud. De a Bud az meg úgy hangzik, mint valami nagyon szarul. Mi nem tudtok ennek valami nagy... Nem is tudom milyen nevet adtam volna neki, valami kódnevet, valami V16S862. Én komolyan mondom, ezt a Big Budot el fogom hagyni. Vagy nem tudom minek nevezzem pontosan. Ja, 43-mal megy, ugye 70 valamennyivel tudna menni az 73-mal vagy 63-mal? 73-mal, nem? A GCB. Úgyhogy lehet, hogy a GCB cserét fogok majd alkalmazni. Traktor veszünk. Hát igazából minél nagyobb traktorok kellenek ugye, hogy minél gyorsabban tudjuk termelni. Nézzük. Remélem, hogy itt kell nekem meg menjünk már be. Ott a silom, az lenne az. Adám. Hol van, meg vagyunk. Azt kéne megnézni, hogy a napraforgót és a valamit nem egy helyen vesznek. Nagyon jó helyen. Hol vesz? Aha. Itt veszik. Jó. Akkor annyit kéne csinálnom, hogy a repcét is elhozni. Vagy pedig a szóját, az rá is férne a kicsire. Igen. Old Grind Store. Ott veszik nagyon jól. Oké, gyerekek. Akkor fölveszem a kis pótkocsit még. És akkor a izét is hozom magammal. A babot. Az majdnem fölfér, azt hiszem, hogy... Sőt, ez föl is fér talán? Vagy épp hogy nem fér fel? És akkor elarunk mindent, megnézzük, hogy mit tudunk kezdeni. Hát egy nagyobb vágóasztal mindenképp a kombányra fog érkezni. Ezt tudom összefűzni egyáltalán? Jó lesz. Ebbe meg beleküldjük a repcét, nem a repcét, a babot. Ez meg is telik, és akkor hol van ez a izé? Hol van az old... Nehogy ma itt legyen pont itt mellettünk. Basszus, itt van, közvetlen közel, nagyon jó. Itt van egy... Két utcával feljebb. Erre arra. Kaktuszok nagyon-nagyon meg van csinálva, tetszik. Ez ilyen Arizona, vagy nem tudom mire, mit mondjak rá. És akkor itt van kettővel följebb szépen.
De nem jó helyen van a kipufogója ennek a kézinek. Kézihának? Ez mindig vita van, hogy hogy kell ejteni. Kézihá vagy kézihá. Miért el kell üríteni? Mindig elfelejtem. Jó, az jó. Jön a pénz, jön a pénz. Nézzük meg még mi kell ennek. A repce is jöhetne, meg gyakorlatilag minden, minden kell ennek. Jó, jön a repce, meg jön akkor a kukorica. Még nem, ránézek akkor a vetőgép. Nagyon szuper, nézzétek, nézzétek. Minusz 90 lower is csinálja. Igaz, hogy kicsit lassan. Tudom, tudom, hogy lassan, de hát figyelj, nincs erősebb traktorom. Így meg azért még így is gyorsabb, mint hogyha három műveletet csinál folyamatosan. Főleg azokkal a kicsi vetőkkel. Akkor kukorica meg repce jöhet. Az a bocs. Bocs, látszok, nem akartam, de úgy meglökött minket, mint a szar. Igen, finomabb leszek. Finom leszek és nőies. Repce és a kukorica egyik sem fog fölférni természetesen. Melyikből van több? Kukoricából több van, nem? Nem. Ide jöjjön akkor a repce. Ugye ebbe majdnem, hát ebbe belefér az összes. A kukorica meg majdnem belefér a másikba. Most maradt pár száz, azt meg nem érdemes elhozni. Tuti buli gyerekek, tuti buli városba, mehetünk is. És amire le is veti, arra akkor eladunk mindent, kb. Hát mondhatni. És akkor megnézzük, hogy milyen árban vannak a kombájnak. Ha más nincs, akkor vágóasztalt fogunk menni. Az egyik traktort lehet, hogy elsózom. Igazából fölösleges nekünk még egy traktor, a harmadik, ugye az igazából nem nagyon kell. Úgyhogy az lehet, hogy az megy a levesbe. Egy dinamikus kezdés, így van farming szimulátorban, gyerekek, ennyi. Ennyi. Ugye úgy kell gondolkoznod, hogy egyszer hosszú távon, meg egyszer az, hogy rövid távon, és azért hatékony tudj maradni. Hosszú távon az azt jelenti, hogy ezt a vetőt ezt fogom tudni használni, viszonylag nagynak számít, ugye. Jó, 250 ezer, nem rossz, gyerekek, nem rossz. Mink van még? Van buzánk. Buzánk. Bazze, rossz helyre, gyerekek, azt tudod, hogy rossz helyre rakta meg? Az a Gold Gain Store, ez nem itt van. Az más. Hanem ott fönn volt, gyerekek. Ez rossz, hallod, ez minden tízébe, mindent rossz helyre adta meg, úgyhogy baromi rossz áron, úgyhogy lehet, ez nagyon, ez csúnya volt, tudom, oké. Nagyon szaráron adtam el, gyerekek. Jó. Ez a kettő van. A Woolly Grindba mehetne mind a kettő. Mennyi van belőle? Jaj, de nagyon rossz áron adtam, mert nem baj. Nem baj, gyerekek, ez van. Meg sem merem nézni, mennyire rossz áron adtam, mert nagyon rossz áron adtam el őket. Igen, ennyit a izajel, ennyit a pro játékról, de nem baj, kiküszöböljük. Azt hiszem, mind a kettő izének hasonló neve volt, hogy azt azért csesztem. Nem baj. Nézzük akkor meg a izéket. De ez csúnya volt, gyerekek, betakarító gépek. Számoljunk úgy, hogy ugye egyet el tudunk hanni, a 108-ba van, meg még azt hiszem, hogy még többe. Hát, mit tudnánk lenni, gyerekek? Menjünk a 244 ezerünk, hát akkor
300, vagy 300 valamennyire föl fogunk menni. Ez nem rossz. Eddig mehetnénk el, ezt meg tudnám menni, ugye? És most meg ez van. Nem tudom, melyik vágóasztal mehetne erre rá. 1000 liter kapacitás, 350 liter kapacitás. Hát, hogy az lesz, hogy eladom. Mennyibe megy el a izé? Traktor? 76 ezer, az nem rossz. Jó, hát őszinte leszek, elcsesztem. Bevallom, férfiasan. Ezeket elvisszük. Nagyon gyorsan. Megnézem a vetőgép. Jó, amíg a vető lehúzza azt, elnyomjuk ezt a traktort, elnyomjuk azt a vágóasztalt, de ezt most már boltba fogom eladni. Halljátok? Bolt mellé ugratjuk, ugye? Akkor azt csináljuk vele, hogy ugrassuk is vissza. Jó, ennyi hiba belefér, hogy nem a legjobb helyen adtam el, nem gáz. Amiatt most én nem fogok újrakezdeni, sokan biztos újrakezdenek. Hú, biztos újra kéne kezdeni, meg ilyesmi. Ez szerintem ez a traktor, az. Elvileg ott van. És akkor a... ezért is kéne. Kombájnokat is kellene visszaállítani. Ezt is nyomunk egy visszaállítást. Visszaállítás. Oké. Okay. Jó, eladjuk ezt, eladjuk azt. Kombáj... vagy elrakjuk a trakit is. És akkor lesz nekünk egy normálisabb, nagyobb dolgunk. Abban nem vagyok biztos, sőt nem is tudom, abszolút nem tudom, hogy arra mekkora vágóasztalt tudok venni, és hogy mennyi pénzből. Mindenképpen eladom ezt a kombányt, meg eladom a vágóasztalt. Ezzel a pici vágóasztalt nem fogok nekiállni, maradni mostanában. Biztos vagyok benne. Hát a másik megoldás az lenne, ugye, hogy földet kéne vennünk, de lehet, hogy földet fogok lopni. Lehet, hogy a ráérő időben traktorral fogok egy kisekét venni, és lopok földet. A föld az drága. Főleg a legelején. Később ugye tudom, nem drága. De a legelején a játéknak drága. Nagyon drága. Mit tudom én, 250 ezeret nincsen fölöslegbe. Egy 250 ezeres helyet azt meg ki tudsz könnyen kanyarítani magadnak valahonnan. És ez ugye nem illegális, ez a játékban van, dolgozol érte, érdemes megcsinálni. Meg ugye nem nagyon kell hozzá semmi, csak egy esetleg veszel egy izét, egy... Sőt, most már ugye vannak benne olyan dolgok, ami szántás helyettesítő cucc. Olyan, hol kell eladni? Nem, el tudom adni. Egyáltalán el lehet adni? Hát van. Jó. Gyakorlatilag nem kell szántanod, hanem egy ilyen kultivátorszerű, ilyen mély szántó kütyű. Kütyűet, ez egy pontos kifejezésre. És így már ide nézzél, mennyire adja el, mi? Meg ott van még a vágóasztal. Oké. Okay. Ez meg pont végez. Ez meg mindjárt oda beér. És akkor lesz 300... Gyerekek, 390-t adtunk, nézzétek már. Nem csaltunk, nem volt semmi extra. Igaz, hogy nincs kombájnunk, ami eléggé nagy baj. Ezt a traktort nem szívesen adom el, drága. Nagyon-nagyon drágák ezek a traktorok. És hát valószínűleg, hogy kelleni fog majd traktor, de akkor majd gyűjtünk egy nagyobbra és egy nagyobbat fogunk venni. Itt a bolt meg a izé között, ott a plac között lehetne összeköttetés. Én azt tudnák örülni neki, de mindegy. Oké. Okay. Van 480 ezerünk, most érdemes akkor megnézni. Igazából nem kell más. Ja, meg az aratóeszközöket érdemes először megnézni, nehogy becumizzatok azzal, hogy ugye nem fog jó lenni. Ez ugye... Annak nem örülök egyébként, hogy ugye nem tudod pontosan, hogy melyik kell, vagy melyik jó. Ez egy... Aha, majd megnézem a betakarítógépeket. Ugye, amit tudnánk venni, 300... de jókat tudnánk venni. Meg tudnánk venni ezt a nagy dögöt. Sőt, majdnem ezt is, ugye. Ez 380 ezer, és akkor mennyi ennek az aratóeszköze? Várjunk csak,
takarítógépek. Ugye ez... Ez a Delta 9380-as, ugye? Meg gondolom van írva. Itt van 9380-as, és 12,13-7-es, biztos, hogy elviszi azt is. Ja, mert ez Ferguson volt. Aha, de van itt izé. Melyik a legnagyobb? Tudja, hogy elviszi a legnagyobbat is. 13,7-es, ez is 13,7-es, ez 12,5-ös. Biztos, hogy elviszi ezt is. Úgyhogy meg fogjuk venni azt. Jó, és legnagyobb. Ó, gyerekek, isteni, legnagyobb izékben vagyunk. Igaz, hogy a Combine az nem a legnagyobb lesz. Ah, igen, ez a Ferguson az. Uh-huh. Várjál, 377 ezer, akkor a kézi H. És mehetne, ez hány lóerő? 571. Bazen, ez sokkal, sokkal erősebb. Ez erősebb, figyelj el. Ez gyorsabb. Viszont ez erősebb. Ez lesz az. Ez lesz az nekünk. Ezt vesszük. Vagy Ferguson vegyünk? Vegyük meg ezt, akkor jó lesz rá. Jó, hát sárga vágóasztal, egy csúfos lesz rajta, de mindegy. Hernyótalpal is tudjuk venni. 399 ér. Mennyi volt a... Basszus, mennyi volt az arató szerkezete? 62 ezer a legnagyobb. Hernyótalpasod vegyük? Hát megvegyük akkor a hernyótalpasot, egy a fene. Nem 99, kijön mindenképp. Jó, nehogy ne jöjjön ki, megörülök. És ez, várjál, ez mekkora? Ez 13.7-es, 13.7-es, és akkor meg tudjuk venni rá a hányzet. A jót. Imádom, az a 45 láb éles. Imádom, gyerekek, imádom. Ezt figyeljetek. És nincs semmi trükköt, nem alkalmaztunk, imádom. Jó, ki kéne mondtatni, nem? Ha már egyszer. És maradt 19 ezrünk. Úgyis nekiállunk pénzt gyűjteni. Ezzel marha gyorsan fogunk tudni aratni, ugye? Van egy traktorunk, van kettő darab traktorunk van, ugye az egyik ezt folyamatosan tud majd dolgozni. Megyünk az egyeshez, úgyis oda kell mennünk. Annyit még meg akartam csinálni, hogy... Igen, egy ekét kéne vennünk. Veszünk egy ekét a izéhez, a másik IH-hoz. És akkor lopok földet, körülnézünk először, hogy milyen földet lehetne nyúlni. Miért lehetne lenyúlni. Itt is vagyunk az egyes földnél, ezt itt pájtjuk szépen magunknak, és akkor ugye jöhet majd az aratás folyamat. Hát ezt a földet három izébe. Egyébként nem olyan kicsi ez a föld, az a durva, hogy itt még a legkisebb föld is nem olyan icipici. Teljesen jó ez. Bár mondjuk itt a hernyótalpas annyira lényegtelen lett volna szerintem. Mi jók is vagyunk, jók is vagyunk. Oké, meg vagyunk, gyerekek. Ezzel egy kicsit félreállunk, úgy gondolom. Egyelőre most más nem tudunk csinálni, mint hogy itt dolgozunk. Időpörgetés jön, és közben körülnézés. Közben megnézzük, hogy mégis mit lehetne csinálni. Ilyenkor nem fogy a pénzünk. Ezzel a trakival megnézzük, hogy hol lehetne valamit kiszántani. Nézzük meg. Területeket, ugye? Uh-huh. Azt nézem, a 21-es fölött vajon mi lehet? Nézd meg, a 21-es fölött van egy marha nagy terület. Ugye? 21-es fölött egy nagy terület. Meg is kéne mennem az E2-t szerintem, várjál? Igen. De viszont a talajlazítók között van már olyan, ez.
Jó, hát ennek kell egy 420 paci végül is. Neke helyett használható, figyeled? Ez az 130 lóerős. Teljesen jó. Teljesen jó. Na, erre gondoltam egy ilyet. És 10 000-be kerül. Mindenképpen, gyerekek, ezt megvesszük. Útközben fölvesszük. Felkapjuk. Teljesen jó a mérete. Ugye ez nem olyan nehezen kezelhető a gyeke, de azért... most így nézek, és nagyon eltávolítok, hogy lássak minden ilyen lehetőséget. Például itt balra is van, ott oda nézzetek? Ott a fák között. Itt balra benn. Látod? Ott van egy hatalmas plac. Ott bent. Ott van. Ott az például... És az nem föld. Hanem csak sima izé. Terület. Az itt van bal oldalt alul. Na, oda például, ha akarsz... Simán tudsz izé. És ott is van. Oda néz, ott. Ott balra benn. Mindenképp földet fogunk lopni. Közben pörgetjük az időt, ugye kis pénzt fogunk szerezni, mivel learatjuk majd azt a vizét, ezt a földet. És akkor lopjuk a földet, és vesszük a nagyobbnál nagyobbakat. Felveszem ezt az ekét. Nevezzük ekének, tudom nem eke. És utána akkor még meglássuk, hogy ott a 21-es fölött az a hatalmas terület, az micsoda. Oké? Ott a 21-es fölött majd. Benesegetem. Vannak itt olyan területek, amiket simán lehet lopni. De 21-es fölött az egy hatalmas nagy. De elkem. Sőt, igen. Tudom, hogy oda lehetne ugratni most, meg azon filózok, hogy azt kellene csinálnom, hogy oda ugratok. Lehet oda ugratok gyorsan, de ezt mindenképp felveszem, hogy ne kelljen fölöslegesen. És ezért mindenképp el kellett jönni, azt akartam mondani. Nem ártana fonnan fordítva felvenni mi. Ezt figyelzom, hogy mik azok a... Erre még pluszba föl tudsz venni valamit, figyeled? Mert ezen is van még egy plusz 3 pontos. Hogy erre még utána tudsz küldeni valamit, egy kultit, vagy egy vetőt, vagy akármit. De ez egy nagyon cool dolog, gyerekek. Megyünk akkor a... Nézzük a 21-est. Csak a 21-es fölött, hogy jól álljunk. Hát... Az túloldalán mi van? Lopható terület, gyerekek, lopható terület. Ez egy hatalmas lopható terület, ugye? Jó, látjuk. Az a lényeg, hogy a végeit kell szabadon hagyni, hogy fordulási zóna legyen. Amúgy ez egy tök jó terület. Ez szerintem egy kaszáló akar lenni. De hát ez nekem nagyon jó lesz. Jó, amíg pörgetjük az időt, már megyünk is oda. Most arra gondoltok biztos, hogy... Minek szántani, aki nem annyira ismeri a farming szimulátort? Hát olyan cuccod van, ugye, ami olyan vetőd, ami gyakorlatilag kultiválni. Halljál meg. Ez nem jó, gyerekek, ez nem számít. Odaírta a cucc... Ez egy hülyeség. Ez nem működik úgy. Ekének, igen, ekének, jó. Ekeként használható, valóban. Viszont új területet nem lehet vele létrehozni. Úgyhogy ide mindenképp egy eke kell. Aminek nem örülök, nem szeretek ekével dolgozni. Ma ugye ennél nincs ott, hogy új terület létrehozásának engedélyezése, ami fontos. Úgyhogy ezt most vihetem vissza eladni. Még jó, hogy megnéztem. Tudom, közben pörgetem az időt, mint a bolondám. Hopp. Eladjuk itt. Hát ez nem jó. Jó, buktunk rajta egy 1000-es, nem veszélyes. Akkor nézhetjük, akkor tényleg az ekéket kell néznem be ezzel. 120 lóerő, 180 lóerő.
Két méter, három méter. Ez a baj, hogy ez ennek 180 lóerő. 3 méter, sok ám az a 3, vagy plusz 1 méter. Aj, nincs elég pénzed, mennyibe fáj ez? 22 ezer, jó van, nem gond. Jó, mindegy, megvesszük ezt, úgyis ez jó nekünk csak. És akkor alávágtunk az összes lóvénak. Sőt, mindjárt éjfél lesz, mindjárt menjünk minuszba, gyerekek. Jó lesz ez, hát ez bőven elég ennek a traktornak. Ó, még sok is. És akkor megyünk fel a 21-es fölé. Hoppa, és ott 20-as fölé, és ott, ja, 21-es fölé, és ott kialakítok magamnak egy területet, amit szintén ugyanúgy meg tudok gépi munkással munkálni, bármi, csak annyi az egész. Nem tudom, lehet, hogy meg is tud fordulni, ugye? Mert nem megy neki, most már jó a mesterséges intelligencia ebben a játékban. Megyünk 21-eshez, ez a gép. Ez egyelőre, akkor ez jó lesz nekünk. Szántani. 21-es fölött csinálunk itt. Jó, itt is van egy terület, a 9-es alatt, látjátok? De 21-es fölött az hatalmas, az lenne jó. Akkor ott az... Hát az akkora, mint a 21-es. Vagy mint mondjuk a... Ekkora. Ja, mint a 21-es. Beérik a termény, reggel meg elkezdünk aratni. Pótkocsikat be kell ugratni... boltba. És akkor közel lesz az egyeshez. Van meló bőven. Várjál, itt jobbra az mi? Persze itt jobbra, ez mi az a nagy valami? Ja, ez, ja igen, ez is egy... Ez is a, itt ezt mondtam, figyeled, 9-es alatt. Mióta megyünk, ez hatalmas ez is az a terület. Ez van akkora, mint az egyes. 21-es fölé megyünk. Ha viszont az a 21-es fölötti, az meg marha nagy lesz. Csak viszont az a nagy probléma, hogy ott az sok munka megcsinálni, viszont ha megvan, akkor ugye az a tiéd. 21-es. És akkor gyakorlatilag az F-feletti. Úgy tudom, vagy úgy láttam, hogy egy bejárata van. Hú, de nagy, hatalmas, nagyon imádom, tetszik. Tetszik, de viszont munkással nem fogom tudni csináltatni. Hú, de hát ez hatalmas, gyerekek, oda nézzetek. Ez nagyon baba lesz, ez nagyon baba lesz. Ez nagyon, nagyon, nagyon állat lesz. Kell nyomni egy ilyet. Én ezt nem tudom forgatni, ezt az ekét. Őha. Ja, dehogy nem. Hülye vagy, ott van a B. Persze nem így kell, hanem így kell. Jó, forgatni kell, ugye? Frankon reggel 3-ban, menjünk, megnézzük először a... most tudom, filózok, hogy ezt lehet, hogy szögletesre le kéne húznom az a végét. Vár, aztán franc tudja. Csak meg tud fordulni itt? Nem tudom, hogy legyen. Lehúzzuk szögletesre? Itt ez a nagy plac, ez meg mit tudom én, mert nehogy belekeveredjenek itt. Megmondom szögletesre, ez is elég nagy, nem? Így majd keresztbe lemegyek először.
Mennyire tudok. Így, valahogy így, ugye? Ja, bejárattól kezdjük. Úgy. Ugye bejáratig, és akkor ez a fele, ez meg mondjuk lesz kaszáló vagy bármi. Egyébként ez nevezik fűves résznek itt? Ezt nem tudom, hogy van. Ja, eddig lesz csak a föld. Jó. Viszont most megnézem. Igen. Oké. Közben beugratjuk a cuccokat, ugye? Ez nekünk elég is lesz. És a vetőgépes gép ezzel. Ezzel elmegyek oda. Csak elhozom. És akkor megint lesz egy kis lóvénk. Jaj, de jó. Ugye azt kell csinálni, hogy ezt folyamatosan vetésforgóra rakni. Mármint, hogy vetésforgóra idézőjelbe. Tehát az a lényeg, hogy megállás nélkül keresse a pénzt nekünk. És közben ugye szántani kell. És a termelt pénzt, azt meg akkor földekre kell, most egyelőre földekre kell fordítani. Azért, mert ugye akkor még többet meg tudunk munkálni. Ugye az egyiken, kettő földünk van, az már egész jó, mert ugye az egyiken folyamatosan tud vetni a gép, a másikon tud aratni, és akkor megállás nélkül ugye termelik. Kettő földön már tudsz folyamatos pénzt terelni. Az már egy jó dolog tud lenni. És akkor ugye, hogyha folyamatos pénzt tudsz termelni, akkor tudod venni a földeket és a különböző cuccokat. Na. És ezután most jobban figyelünk rá, hogy hol adunk el. Valahogy mennem volt, hogy az a hely. Ja, itt nem írja a kombány, hogy meddig van tele. Semmilyen módot nem akarok belerakni még ilyet. Hát mondjuk ezt a módot ugye, hogy írja, hogy mennyire van tele, azt lehet, hogy belakom, csak azért, hogy ne az legyen, hogy folyamatosan rá kell váltogatnom. Ilyen kényelmi funkció igazából, annyit spórol meg, hogy mindig ráváltsa kombányra. Oda nézzetek, hogy hogy arat. Ez álma király. Ezért kell a nagy kombány, nem kötökölni gyerekek. Nagy kombány az kell. Nagy kombány kell, nagy vetőgép. Ez mindenképpen. Hallod, kicsi kombánynal, még itt... Fú, milyen keveset jöntem volna. 28%, tehát akkor még kétszer bőven körbe fölülhet. Akkor mehet a szántás addig, jó? Sőt, srácok, akkor elbúcsúzom. Figyeljetek, pontosan innen folytatjuk. Annyi, hogy akkor... Szántással kezdünk, meg akkor majd az aratás ugye menni fog. Na, köszi szépen a figyelmet, remélem tetszett a videó. Pörgünk mind a trágyaszóról, jók egyetek, csácsumi csőtésztát!